kormány döntése értelmében június 16-ától megtarthatók a táborok napközis és ottalvós szervezésben egyaránt, a járványügyi szabályok betartására azonban fokozottan figyelni kell. Köhögő, tüsszögő vagy más betegség tüneteit mutató gyermek nem táborozhat, a szülőnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke egészséges. A Népegészségügyi Központ útmutatásait figyelembe véve Szombathelyen is elkezdődött a táborok szervezése. Az Agora élménynapokkal várja a kisiskolásokat. Általában egy tábor az egyhetes, mi viszont azt találtuk ki, hogy június végétől egészen augusztus közepéig olyan programokat, élménynapokat kínálunk, amelyekre be lehet jelentkezni, akár egy napra, akár három napra, akár három hétre, és a szülő dönti el, az ő szabadideje, az ő munkája, az ő tervei, hogy a gyerekeket, a gyerekeit itt szeretné nálunk elhelyezni. Hogy a védőtávolságot tartani lehessen, a sportház nagy termében alakítanak ki egy óriási játszóteret, de a foglalkozások, vetélkedők jó részét igyekeznek a szabadban megszervezni. Jó idő esetén szinte minden percet a levegőn töltenek majd a Megyei Horgászszövetség táborának lakói is. Augusztus 3-ától 8-áig vaskeresztesen fogadják a gyerekeket. Gyerekek a szövetség központjában található fogadóban kapnak ellátást, és hát most természetesen a higiénés szabályokra kiemelten fogunk figyelni. Ugye minden szobához ott tartozik fürdőszoba, illetve az épületben mindenhol található készfertőtlenítőszerekkel fogjuk ellátni, és azon leszünk, hogy a gyerekek minél több időt töltsenek a vízparton, ahogy ez szokott is lenni. Minden táborhelyszínen az egészségügyi tudnivalók oktatásával indul a program. Így lesz ez a gyöngyösfalui Holdfényligetben is, ahol 15 turnusban napközis és bentlakásos táborokba jelentkezhetnek a gyerekek, óvodásoktól egészen a középiskolás korig. Nagyon fontos, hogy szabad téren vagyunk itt a Holdfényligetben. Abban az esetben, ha eső van, több zárt, nagy légterű helységünk is van, például a rendezvénysátrunk, ami 500 négyzetméteres, és ez nem is teljesen zárt, hanem részben nyitott, elsősorban fedett, mint zárt lenne csak. Hát itt óriási lehetőség van, nagyon jól elférnek a gyerekek. A rendszeres kézmosás, a fertőtlenítés sehol sem marad el. A gyerekcsoportokat elkülönítik egymástól, és amikor csak lehet, megtartják a másfél méteres védőtávolságot. Ügyelnek a tisztaságra, az eszközök, felületek fertőtlenítésére és a konyhai higiéniára. Az eddigi jelentkezések alapján úgy tűnik, a családok jelentős része igénybe veszi a táborozás valamely formáját. A kisebb gyermekek esetében gyakori, hogy elfogyott a szülők szabadsága, a nagyobbak pedig a hosszú karantén miatt egyre inkább igénylik kortársaik társaságát. Újjáépítik a Boldog Brenner János óvodát. A Bem József utcai épületben májustól zajlanak a munkák. Itt a konyha csatornázása zajlik, de szinte mindent korszerűsítenek. A fél évszázados épületben eddig nagyobb átalakítás egyáltalán nem volt. Mivel ez egy 66-os, 67-es tervezésű épület, ezért itt azért a szennyvíz hálózatnál is előfordultak dúlásaink, aztán a vízvezetékrendszereknél is. A fűtés szerencsére nem. Az azért nagy gond lett volna. Nyilván a nyilászáróink azok nagyon rossz állapotban voltak, ott előfordult egyik egy nagy zápornál, hogy egy-egy nyilászáró beázott. 26 éve működik itt az óvoda, eddig csak tisztító felújításokra volt lehetőség. Az épület tavaly nyár óta az egyházmegye tulajdona, így elkezdődhetett a nagy beruházás. Az építkezés első ütemében zajlik a belső felújítás. A csoportszobák és vizes blokkok korszerűsítése mellett egy tornaszobát is kialakítanak. Második ütemben tervezzük a külső megjelenést, tehát a homlokzati hőszigetelést, az udvari parkosítást és a napelemek, tehát energiahatékonysági rendszereknek a kialakítását. Az első ütemben még a nyilázáró korszerűsítés is benn van, új homlokzati portálok, alumínium homlokzati portálok, illetve műanyag nyilázárók kerülnek kiépítésre. A tervek szerint nyáron el is készülnek a mintegy 100 gyermeket befogadó intézmény felújításával. Ősztől pasztelszínekben pompázó szép új épület várja majd a kicsiket. A beruházás értéke 150-200 millió forint.
A Dunántúlon és az északi országrészben visszavonták a tűzgyújtási tilalmat. Az elmúlt 48 órában hullott csapadéknak köszönhetően csökkent a tűzveszély az erdő és mezőgazdasági területeken. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal fokozott körültekintésre hívja fel a lakosság figyelmét, ugyanis Magyarországon az erdőtüzek 99%-át emberi mulasztás okozza. Erdőterületen tüzet rakni ezután is kizárólag a kijelölt és kiépített tűzrakóhelyeken és szélcsendes időszakban szabad. Vas megyében eddig 93 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, ebből 13 a megyeszékhelyen történt. Szombathelyen önkormányzati rendelet tiltja április 30 és október 1-e között az avar és a kerti hulladék égetését. Azt komposztálni javasolják, vagy a hulladék udvarban ingyenesen leadható. A koronavírus járvány miatt nem tarthatják meg a hagyományos pünköst szombati tömeges zarándoklatot Csíksomjón, emiatt idén nem indul el a Csíksomjó Express Szombathelyről május 29-én. A tervek szerint idén 13. alkalommal érkezett volna Erdélybe a zarándokvonat, amelynek utasai visszafelé Gyimes középlokon helyi székelyekkel és csángokkal közösen emlékeztek volna meg a 100 évvel ezelőtt aláírt trianoni békediktátumról. A veszélyhelyzetben az ünnepi szentmisét tartják csak meg. Május 30-án 00:30-kor kezdődik a szertartás a kegytemplomban, amely élőben követhető lesz a kegyhely honlapján és Facebook oldalán, de közvetíti a Duna TV is. A Szombathelyről induló zarándokvonatot és a programot 2010 óta szervezi a Kárpát-Európa utazási iroda. Szombathelyről csak nem 300-an jelentkeztek az utazásra. Ez több mint egy utazás. A pontból a B-pontba. Itt arról van szó, hogy próbálunk adni egy lehetőséget az embereknek, hogy felismerjék, hogy mekkora volt Magyarország, hiszen Szombathelyről 1100 kilométert utaznak, miért odaérnek az egykori Magyarország régi határához. Ugye a vonaton zenéket hallgatunk, lelkivezetőnk is van, és például Kolozsváron, Nagyváradon, vagy a Székelyföldön, amikor megérkezünk, pirosfehérző zászlókkal ért a székelylobogókkal várnak minket a helybeli magyarok székely. Javasoltuk az utasoknak, hogy ne törüljék le a foglalásukat, jövőre menjünk ugyanúgy. És a többsége úgy gondolta, hogy jönni fog jövőre is. Szombathelyről is természetesen. Jóval korábban kezdődik az allergia szezon. Amíg 4-5 éve csak a nyár végén volt tetőzés, addig idén már a téli hónapokban is nagy volt a pollenterhelés. Az ökológiai változások hatására az utóbbi években egy időben virágoznak azok a növények, amelyek eddig folyamatosan követték egymást. A pollen szezon már januárban elkezdődött a mogyoróval, aztán folytatódott a korán termő gyümölcsfákkal, a fűfélékkel, és most csúcson van a női varó nyárfa virágzása is. A parlagfű július helyett már tavasszal nagyra nő, helyenként 10-15 centis növényt is találunk. Összép csúsztak a virágzási idők, de ettől még nem változott a növények allergizáló hatása. Az ember, illetve a környezeti tényezők, azok viszont jelentősen megváltoztak. Én nem is azt mondom, hogy az ember, mert az ember is nagyjából ugyanaz, azt gondolom. Viszont a környezeti tényezőink, tehát az egyéb allergizáló, illetve az egyéb környezetkárosítók, a por, a füst, a korom, a légszennyezők, amik a levegőben megtalálhatók, ugye nagyjából felsoroltam a városban legjellemzőbbeket, azok folyamatosan terhelik az emberi immunrendszerét. Rengetegen szenvednek a megnőtt pollenterheléstől. A szemviszketés, könnyezés, náthás panaszok mellett megnövekedett az aszmás reakciók száma is. A 11 éves Lili tavasztól kora őszig szenved az allergizáló pollentől. Tűszög, viszket és gyakran be is pirosodik a szeme. Pár évvel ezelőtt vettük észre, mikor táborba ment, hogy reggel már úgy ébredt, hogy rendkívül viszketett a szeme, és mondta, jött haza a táborból vérág a szemekkel, mondta, hogy anya, egész nap a szememet kellett vakarni, illetve egyfolytában tüsszentettem. Sajnos ez a szezonális allergia jelentkezik nála ilyenkor a koranyári időszakban, és hát nálunk ezeket a tüneteket produkálja. Gyógyszert nem kell használnunk, szednünk, hála Isten, a szemviszketésre pedig szemcseppet ajánlottak, ami eddig bevált, úgyhogy azt alkalmaz. Lilinek szerencsére nem kell speciális kezelés, de sok gyerek és felnőtt is különféle allergia ellenes orvossággal csillapítja a tüneteket. Sokat mosunk haját, cseréljük a ruhákat, és sokat fújom ki az orrom.
Ha valaki asztmás, az allergia szezon még inkább ront a helyzeten. Egy néhány éve már a köztudatban is jól ismert, hogy az úgynevezett egy légút hipotézis. Tehát ha valaki asztmás, az nem azt jelenti, hogy a tüdeje beteg csak és kizárólag, hanem tulajdonképpen már a kémény, tehát már az orrnál elkezdődnek a problémák. Tehát ezért fontos, hogy a szénanáthát is kezeljük, és akkor az asztmánk javulni fog. Hogy kinőhető-e az asztma, nem lehet biztosra megmondani. Ha több egyéb betegség is jellemző a családban, nem valószínű. De ha nincs más társuló légúti vagy allergiás betegség, előfordulhat az is, hogy felnőttként már nem jelentkeznek tünetek. Afgán embercsempészt fogtak a vasi rendőrök. Személyautójában rajta kívül 12-en utaztak, akik nem tudták igazolni személyazonosságukat, és az sem, hogy jogszerűen tartózkodnak Magyarországon. Szerda hajnalban ellenőrizték az M86-oson Vámos család térségében a személygépkocsit, melynek utasait és sofőrjét is előállították. Az autó vezetője ellen a sárvári rendőrkapitányság embercsempész és büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt eljárást indít. A Joskarola lakótelepen folytatódott a Szavária Szimfonikus Zenekar hangköztér sorozata. Ezúttal a Jó Nikoletta, Badics Krisztina, Lenner Barnabás, Tummerer Ferenc, Szabó Levente alkotta fúvós ötös vitte el a komoly zenét a szombathelyieknek a Kenyérvíz utcába, a Barátság utcába és a Szent Márton utcába. A jó hangulatú szerenát koncerten olyan játékos, közismert dallamok csendültek fel, mint a Róka tánc, a Mazsola és Tádé bábfilm zenéje, vagy Debussy Kis négere. A produkciót sokan hallgatták az erkélyekről és a parkolóból. Folytatás csütörtökön 6:30-tól a Szavária Horn Quartet kürtművészeivel a Derkovics lakótelepen. Elkészült a kőszegi Kálvária templom szomszédságában a napos tetőn a borterasz. A létesítmény amellett, hogy turisztikai célokat szolgál, a közel 40 tagot számláló szőlőtermelők és borértékesítők szövetkezetének a feldolgozó üzeme is lesz. A szervezet 4 éve nyert ehhez 50%-os pályázati támogatást, ám a költségek azóta jelentősen megnövekedtek, így hitelből fejezték be a beruházást, amely eddig 66 millió forintba került. Ez lesz itt a feldolgozó rész. Ezekbe a hatalmas kádakba érkezik majd a szőlő, amit a 3000 literes darálóban zúznak össze, az érlelés pedig az óriási tartályokban, valamint a patinás fahordókban történik. Az éves termésünket, az 50 ezer litert itt nyugodtan el tudjuk helyezni, hiszen elég magas az épület, tehát ha olyan tárolóedényzeteket hozunk, akkor kényelmesen elfér ez a termés itt. Nem csak ez a rész, ez tároló rész lesz, tehát itt tároljuk majd a bort, és itt fogjuk érlelni ezekben a fahordókban a palackos borainkat. Általában 1 évig ezekben a barik hordókban érleljük, és utána kerül majd palackba. A borterasz célja az is, hogy a látogatókkal megismertesse a borkészítés folyamatát, amelynek Kőszegen évszázados hagyományai vannak. A beruházás fontos része volt a megújuló energia hasznosítása is, így a meccés utáni hulladék sem veszik kárba. Ez egy olyan kazán, ami tulajdonképpen apríték, illetve pellet tüzelésére is alkalmas, illetve a szőlő venyigét is be tudjuk tenni, és azzal tudunk fűteni. Ez a kazán fűti tulajdonképpen az egész létesítményt, és mellette van egy puffertartály, egy köbméteres. A teraszról pazar kilátás nyílik a hegyoldal szőlő ültetvényeire, tiszta időben pedig Szombathely, sőt a távolabbi települések is látszanak. Bejelentette első igazolását a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia. 1 éves szerződést kötöttek a Békés Csabáról érkező Baló Judittal, aki korábban megfordult a Kisvárda, a Vác, a BL győztes Győr és az Ungvár csapatánál is. A 24 éves, 177 centi magas ukrán válogatott hálóőr leigazolására Sipeki Flóra és Gadányi Maja távozása miatt is szükség volt. A busnak még viszonylag a fiatal korban van, még van benne fejlődési lehetőség,
egyszerűen nagyon jókat hallottam róla a Lilitől, ugye csapattársak az ukrán válogatottnál, illetve már régebben is tettek közül. Teljesítménye, a balok teljesítménye, akár a Kisvárdában, vagy a Vázban, amikor két labdázott, időrülött neki, hogy csapatunkat fogja erősíteni. A szombathelyi klub új igazolása tisztában van vele, hogy Katarina Tomasevics mögött csak kettes számú kapus lesz, de nagyon várja már az új kihívást. Nagyon szimpatikus volt a csapat is, az edző is. Örülök, hogy előttem egy idősebb kapus lesz, akitől nagyon sokat tanulhatok róla, és csak jót hallottam. Úgyhogy szerintem nagyon jól ki fogjuk egészíteni egymást, és nagyon várom a közös munkát. A kétszeres ukrán bajnok hálóőr biztos benne, hogy az SKK-nak a következő szezonban sem lesznek kiesési gondjai, és az NB1 középmezőnyéhez fog tartozni.